wanna do my own thing, but I think I follow the trend. It's been suggested, maybe I wanna be your best friend. Yeah, yeah, blind in my eye holes and just trying hard to see. I can tell by your middle finger that you're warming up to me. Yeah, yeah. Köszöntöm a Tiszavasvári Televízió nézőit. Megkezdődik az MB2-es kézilabda bajnokság északkeleti csoportja a mai nappal. Tiszavasvári Ese, Hedó, B. Braun, Gyöngyös, U23-os csapata, tehát 23 éven alatti fiatalok gárdája csapnak össze. Nyilván a vasvárjaknál felnőttekről van szó, de a Gyöngyös MB1-es csapat révén nevezhet utánpótlás csapatot is. Ezt itt most az MB2-es bajnokságban teheti meg. Pályán már a csapatok, és meglehetősen kevés néző egyelőre itt a tiszavasvári sportcsarnokban. Bízunk benne, hogy majd a csapat formája azért meghozza, vagy lázba hozza majd a tiszavasvári lakosokat, és majd többen látogatnak ki a későbbiek folyamán, illetve még talán a mai napon is azért reméljük, hogy szépen szállingoznak majd be nézők. Na szóval akkor a mérkőzésről egy keveset, hiszen most már tényleg hamarosan kezdetét veszi a nyitány itt a tiszavasvári sportcsarnokban. A vendég gyöngyös vagy sárga szerelésben fog pályára lépni, míg a vasvári hagyományos szokmondható ilyen zöldes színű dressben. A vasvári elég sok sérülés volt itt az elmúlt időszakban. Kovács Kokó László továbbra sem bevethető, de Nácsa Balázs, illetve Dani Dávid sem hadrafogható még, illetve Csébi Dávid távozott a nyár folyamán a Nádorvár csapatához, úgyhogy ő már nyilván nem fog pályára lépni a mai nap folyamán. Na nézzük gyorsan akkor a két csapat keretét a mai napra. Kezdjük akkor a vendég gyöngyösi fiatalokkal. Egyessel Tímár Gyula Péter, négyessel Csibrány Márk, hatossal Bernát Bence, nyolcassal Barta Benedek, kilencessel Csányi Roland, tízessel Nagyhajdú Benjamin, tizenegyessel Jaros Olivér, tizenkettessel Tasi Dániel, 13-assal Varga Kristóf, 32-essel Mátyás Balázs, 39-essel Falusi Dániel, 44-essel Gyallai Percel, 68-assal Karnok Donát, 69-essel Horváth Dániel, 70-essel Borosi Levente. A vendégek Kisbadján, Kismárton Ádám, illetve Temesvári Martin. És akkor nézzük a vasvári keretét a mai mérkőzés. Egyessel Bódor Zoltán, kettessel Kovács László, hármassal Benyuszkende, hetessel Kis Krisztián, tizenegyessel Fejny Zoltán, tizenkettessel kapusposzton Vajda Milán, 13-assal Balázs Máté, 14-essel Lippai Alex, 15-össel Nagy Ádám, 17-essel Gazdag Rihárd, 18-assal Kati István, 19-essel Bor Márk, 21-essel Pocák Kornél. A kispadon Hadas Sándor vezetőedző, valamint Balázsi Tibor, illetve Kisbecsi Zoltán. És akkor nem említettem még a hiányzóknál Tóth Bendegúz sem, aki új igazolás Nyíregyházáról, de ő sem bevethető sérülés miatt a mai mérkőzésen. A mérkőzés játékvezetői majd Kovács Tamás, illetve Széles Zoltán lesznek. Bízom benne, hogy nem róluk fog majd szólni a mérkőzés. Sajnál inkább majd a tiszavasvári csapatáról, akinek nagyon szükséges, hogy legyen egy jó rajt. A csapat egyébként már bemutatkozott a magyar kupában, sajnos hazai pályán a Balmazújváros csapatától vereséget szenvedett Hadas Sándor csapata, de hát igazából ez nem annyira tartozott meglepetésnek, hiszen azért egy magasabb osztályban szerepel a Balmazújváros. És akkor most hamarosan kezdetét veszi tehát a mérkőzés, amelyet majd a tiszavasvári gárdája kezd. A vasvári kapujában Bocák Kornél, Gazdag Ricsi kezd majd a bal szélen, Fejny Zoli bal átlövő, Nagy Ádám irányít, Kati István jobb átlövő pozíciója, Benyuszkende jobb szél, illetve beálló pozíciójában Kovács László egyelőre, és akkor majd a vendégekkel is hamarosan megismerkedünk, akik egyelőre egy ilyen, nézd ki, egy ilyen nyitott védekezés fognak alkalmazni, ki lépkednek ott középen, zavaróban. Nagy Ádám a labdával, Kati, Benyuszhoz krossz a labda, ki az első támadást már is elpuskázta a vasvári együttese. Jönnek a vendégek, egyelőre úgy néz ki, hogy vissza tudunk állni a falba, így van, és nem tudnak gyors támadást indítani a vendégek. A vasvári házatáján még annyi hír, hogy az eddigi
főszponzor Quick 2000. Nem támogatja tovább a tiszavasvári kézilabdát, úgyhogy hát ez a tiszavasvári eset néven fut a kézilabda együttes. És akkor azt hiszem, hogy minden fontos dolgot elmondtam, és hát tényleg akkor nézhetjük a mérkőzést. Varga Kristóf irányít a vendégeknél, nagy termetű beálló Csányi lő, és Csányi meglehetősen váratlanul felkanyarodva beálló pozíció ide-oda. Majd, hogy nem egy klasszikus átlövéssel, Bocák sem valószínűleg komolyan gondolt. Ott az ellentámadás, és ott az egyenlítő találat. Vaszlav Ricsi szerzi meg az első tiszavasvári gólt a 2019-20-as bajnoki évadban tiszavasvári részről. Egy-egy, tehát a találkozó állása. Varga, Csányi, Falusi. Keresztmozgások, aztán labdát veszít a vendégcsapat, ketten is rá rontunk ott a labdára. És ott lehet az ellentámadás, benyúsz, nagyszerű találat. Kiváló volt a labdaszerzés, kihasználtuk azt, hogy nem tudott gyorsan rendeződni a vendégegyüttes. És egy szenzációs bocákvédés is, tudta elcunderezni mellette a vendégek gyorslábú szélsője Bernát. Aztán közben elpuskázunk egy támadást. Az előbb bejött a gyorsindítás, amelyet benyúsz tökéletesen értékesített. Ezúttal viszont nem így volt, úgyhogy marad a 2-1-es tiszavasvári előny, viszont támadhat a Hedó B. Brown Gyöngyös 23 éven alattiak csapata. Engedjék meg, hogy a későbbiekben csak gyöngyösieknek hívjam őket, vagy gyöngyösi fiataloknak. Oly, de jó lábmunka, parád és találattal egyenlít a vendégcsapat. Jaros Olivér nagyon gyors lábú volt, ezt nem tudtuk lekövetni. Benyuszt faltolják ott a túloldalon a sarokba, úgyhogy szabad dobás. Feint Kati, és akkor Nagy Ádám. Nagy Ádám igazítja el a többieket. Mit fog majd csinálni? Benyusz. Nagy. Feint. Kati. Varga jön ki a fajból, előkészít. De jó bejátszás, és nagyszerű gól Kati István részéről. Azt hittem egy pillanatra, hogy Feint ellövi, de ezúttal szenzációsan vette észre, hogy Kati bekeveredett oda a hatos vonalára. Nem hibázta el ezt a kínálkozó zicsert. 3-2 a Vasvárinak. A vendégegyüttesből a 13-as számmal játszó Varga Kristóf kapott sárga napos figyelmeztetést. Varga. Jaros. Falusi, kiváló blokk. Feind hozta ezt össze, ha jól láttam. Hatalmas termetű beállósod középen Csányi. Még Kovács Lacinak is meg fog gyűlni a baja. Közben Bocák véd megint nagyon jól is. Remek az indítás. Benyúsz. Egészen hanyag eleganciával. Benyúsz jó futóformában eddig ott a szélen. Jól indul meg, jó ütembe is. Eddig kiválóan értékesíti az ígyszereket. 4-2. Jaros, Falusi, Nagy Ádámot figyelmeztetik ott a falban, Nagy Hajdú Benjamint taszajtgatta, most két beállóra rendezkedtek be a vendégek, vagy legalábbis egy szélsőbe futott ott, óriási kapufa Jarostól. Benyusz, nem kell kapkodni, ez így nagyon jó. Feind, Kati, ott a rés, és Kati hatalmas gólt akaszt jobb felsőbe. Második gólját szerezte 18-assal, Kati
István! Jól kezdi a mérkőzést a Tiszavasvári eset csapata. A vendégek nagyon gyors mozgásúak, de egyelőre azért látszik a fiatalság, és főképpen a védekezésbeli hibák a gyöngyösieknél. Falusi. Megint csak ott középen. Szúrnak ki valamit a játékvezetők. Kovács csak azokból a kettes számmal játszó Kovács László kapott sárga lapos figyelmeztetést. Jaros. Falusi. Jarosnak készítenek egy Jaros. Nagyon abban fent van, magasban elhagyja a labdát, de ebben azért szerepet játszott Fejn Zoli is. Királyütött a kezére. Varga. Csányi jön ki a falból. Jaros. Varga. Le a szélre. És bedobja a vendégek jobb szélsője. Bernárd Bence. Váltában 5-3. A szerzője 6-os számmal Bernárd Bence. Kati. Fejnd indul ki. Kati hatalmas rendülettel. Még lökték is a levegőben, Kati pedig eddig hatalmas kedvel vetette bele magát a mérkőzésbe. A vendégegyüttesből a 9-es számmal játszó Csányról kapott sárga lapos figyelmeztetés. Tehát a Vasvári javára. Varga, Falusi. Falusi lő, Bocák hárít, kipattanul is meg, lehet indulni, indul megint benyúz, de ez nagyon hosszú, rossz indítás sajnos Kovács Lacitól. Futóversenyben azért nem biztos, hogy jó lesz a vendégekkel versenyezni, hiszen fiatalokról van szó. És sajnos a mai napon, ahogy említettem, azért a kispadunk is jóval rövidebb a szokásosnál. A szélső posztokon is nagyon kevés alternatíva van sajnos. Labdaszerzés. Fogjuk meg! Benyusz kezére időközben ráütöttek, úgyhogy szabad dobás, szerencsére. Fejnd. Kapufad előkik a levegőben átlövőnket, úgyhogy jöhet a szaggatottról majd a Vasvári. Kicsit van idő talán szuszonni is, eddig elég nagy volt azért a tempó, és gyakorlatilag nem cserélünk támadás és védekezésben. Fejnd patogtat, Fejnd beleértek bizony lövésébe, ha jól láttam Csányi volt. Akkor nem is sarokdobás, nem akkor a kezét ütötték meg. Lényege nem változtat, marad a Vasvárinál a labda, Kati, Fejnd, egy-egyben, ez is nagyon jó, Kati megy törbe, és Kati ezúttal, amihez hozzáér, az gyakorlatilag aranyjá változik, vagy legalábbis góllá. Csapatunk hetedik találatát, az önmaga 7-3, a Vasvári javára negyedik. Kati István szerezte. Kati góllal. Nézzük a gyöngyösiek akciót, egy labdát elszórnak. Jaros labdája volt túlságosan is erős, vagy legalábbis pontatlan. Nem tudta már begyűjteni Falusi Dániel. 2-3, úgyhogy nyugodtan szövegethetjük a támadást. Nem kell kapkodni. Eddig szerencsére túlnyomó részt jó döntéseket hoztunk olyan helyzetekben. Támadásban, amiből később azért gólok születtek. És viszonylag kevés a technika, hiba, nem szeretném elkiabálni nyilván. Lassék itt van már is, Nagy Ádám maradt le, aztán Kati vissza szedi az elvesztett labdát. Gazdag kapja a szélen, kiválóan emelkedik,
és nem tud hárítani a vendége. Kapusa Tasi Dániel, akinek nem nagyon volt védése. Gazdagnak remek rugói vannak, és kiváló emelkedéssel illetve berepült. És a vendégek szakvezetője már valóban néz ki, hogy tervez majd egy kapus cserét, hiszen elkezdett melegíteni Tímár Gyula. Megint ott a falban egy kisebb lögdösődés, aztán figyelmeztetik a játékvezetők Csányit is, hogy ne fogja be az ellenfél kezét, illetve a messzhúzásnál is. Hát nyilván egy beálló mellett azért nem könnyű ott az élet. Hú, ez nagyon szép bejátszás, és bocák! Nagyon lemaradtunk és elaludtunk ott a bejátszásnál, de bocák a helyén volt, ha lehet ilyet mondani. Gazdag, megtámadják, elég nehezen sikerült kihoznunk onnan a labdát. Hát eddig azért a két kapus teljesítménye között szerencsére a mi javunkra hatalmas a különbség. 8-3-ra vezet Tiszavasvári együttese. Fejnd tempózza ki, és visszahúzza az ellenkező sarokra, kiváló gól. Jók vagyunk támadásban, tényleg nem szeretnénk elkiabálni, de eddig nagyon olajozottan működik a gépezet. Nem csak támadásban egyébként, hanem védekezésben is. Hát nyilván ehhez nagyon sokat hozzátesz Bocák Kornél kapus. Jaros. Falusi. Jaros megy el, és Jarost lökték meg a levegőben. Sárgalapot is kiosztanak a játékvezetők, ha jól látom, akkor Fejnyt kapja. Hazai csapatban a 11-es számmal játszó Fejnyt Zoltán kapott sárgalapos figyelmeztetés. Varga, Jaros, Csányi, Falusi, Jarosnak készítenek elő, aztán jön Varga, kiváló a blokk, nagyszerűen játszik eddig Fejnyt Zoltán. Sokkal jobban védekezik a Vasvári eddig a Gyöngyös, és azt gondolom eddig ez a döntő, mert ügyesnek tűnnek a gyöngyösiek. Közben ott egy támadó szabálytalanság, most már Csányi sokalt be, nem első alkalommal. Kati, Benyúsz kapja a szélen, aj, de szép gól. Hát ezt még itt a gyöngyösiek azért nem ismerik, hogy Benyúsz Kende azért ilyenekre is képes. Azért van már olyan NB2-es csapat, amelyik kifejezetten felkészül Benyúsz Kende a lövő repertoárjára. Hát úgy néz ki, de még nem sokat videóztak a gyöngyösiek. És akkor meg is történt a kapuban a csere. Tímár váltotta Tasit. Jaros viszont hint egy szép gólt. Második gólja ez a vendégek balkezes átlövőjének. Benyusz. Figyelni kell, bizony ez így rövid. Ez egy kicsit kényelmes pattogtatás volt. Ezeket kéne elfelejteni, hiszen azért ez a gyöngyös, a belelkesedik fiatalokkal, akkor nem lesz könnyű dolgunk, és jó lenne tényleg akár itt az első félidőben eldönteni a mérkőzést. 10-4-re vezet a Vasvári. Könnyelműsködése azért nagyon korán van. Az első félidő felénél járunk ugyanis. Szélre kitett labda. Kapufa. Nem kellett most Bocáknak hozzáérnie, viszont könnyen alakítottak ki azért a vendégek helyzet a szélen, és közben Nagy Ádám és gólt szerez. Zárta belőselt követően, ott maradt a levegőben, és kicsit olyan ütemtelenül dobta el a labdát, de meg tudta lepni ezzel Tímár Gyulát, a vendége kapusát. Varga, Falusi. Falusi, Jaros.
Lejátszás Csányinak. Ujj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 
Na mindketten a földre húppantak, nem is kicsit, azt hiszem, hogy Csányi is beüthette talán még a fejét is. Kovács Lacit pedig kizavarják a játékvezető 2 percre. Pozíciót fogott már. Vendégektől Csányi, és hát kihasználta testi erejét is, és Kovács csak egy ilyen mögé kerüléssel tudta megállítani, ami küzdősportokban pontot jelent, sajnos itt is, csak 2 perces kiállítás formájában. Emberelőnyben, tehát a Gyöngyös, Jaros gyorsan ki a szélre, és ez szép találat. Bernát Bence második gólja, ügyes játékos, a vendégek jobb szélsője. Bemutatta a lövést, és gyakorlatilag a Tiszavasvári Gabus a bocáknak az orra mellett pörgette a labdát. Cserél a Vasvári időközben. Kati kap egy kis pihenőt, Benyusz Kende feljön átlövő pozícióba, és akkor Balázs Máté is pályán. Aztán, hogy majd a szélre kerül, vagy esetleg ő is, azt nem lehet tudni. Ez a kínai, ez most nem igazán jó. És jönnek a vendégek. És újabb gól, ezúttal is Bernát a találat szerzője. Ezt most megint csak elkönnyelműsködtük. 11-6. Gól szerző ismételten a 6-os mezben játszó Bernát Bence. Továbbra is azért komolynak mondható előnye Vasvári birtokában, azért ez az 5 találat. Ha nem is tetemesnek mondható, de mindenképpen egy bizakodásra adhatók a későbbiekre nézve, de nem szabad hanyhulni a figyelemnek. Így van, ember hátrányban, Nagy Ádámnak sikerül gólt szerezni. Második gólja ez Nagy Ádámnak. Varga, Jaros, Falus, Jaros, le a szélre Bernátnak, az nem jót jelent, bizony, Bernát nagyon jó kézzel rendelkezik, és úgy tűnik, hogy fejjel is. A vendég együttes 7. találatának szerzője 6-os számmal, Bernát Bence. Ráadásul Bernát kimegy ember fogásra, Fejny Zolira. Így kicsit így módosítani kell támadásokon. Benyusz, Nagy Ádám, bejátszás Kovácsnak. Kovács estében lebirkózza őt Sányi. Kis csata az övéke, és akkor úgy néz ki, hogy a kiállítások száma is egalizálódni látszik, hiszen Kovács Laci alig jött vissza. Az ember hátrányukat ember előny váltja, a vendégcsapatból kiállított játszótársa ezúttal az ellenfél csapatából Csányi Rolanda kiállított. Na most kéne akkor megtolni ezt a 2 percet. Gazdag, Nagy Ádám, Feind, Balázs Máté, az már sok lesz. Ugye többet lépett, azt gondolom, vagy a sasszízott ott a végén. 12-7 a Vasvár javára, és akkor ember hátrányban támad a Gyöngyös. Falusit sikerült megállítani. Nagy Hajdú. Nem elkerik, de csak ijeszget. Jaros. Az bizony megint egy lépés. Jaros nem adja oda a labdát, viszont nem nagyon indulunk. Talán most Balázs. Úgy is van.
eddig nagyon jól használjuk Szerzó ezeket a gyors indításokat. Találkozóan a 13-as számmal játszó Balázs Márti. Balázs góljával 13-7. Nagyon szükség van ezekre az úgynevezett könnyű gólokra. És egyelőre azért ebben sokkal jobb a Hasvári. Egy félig támadó szabálytalanságnak tűnt azért a dolog. Igen, csak belenézett ott Kovács Laciba, aki hát majdhogy nem pozíciót fogott. Jaros. És gyorsan megjáratják a vendégek. Aj, de szép lett volna, de aztán csak a vendégek játékosa került a kapuba, és jöhetünk az ellentámadással. Benyúlsz, bejátszás, gazdag, ott az újabb gól. A vendégek az imént azért kicsit belehaltak a szépségbe. Valóban csodás támadás lett volna. Hát a kézilabdát is gólokra játsszák, és eddig a Vasvári tűnik eredményesennek 14-7. Ugyanis a hazai együttes javára. Közben kiegészültek a vendégek. Szélre letett labda. Ezzel most nem tud bemenni Bernát, aztán közben most megint középen próbálkoznak a vendégek. Jaros. Varga. Ez bizony szép gól. Nem sikerült kilépni rá időbe, és ez kellemetlen a kapusoknak, amikor így megtekerik, és ráadásul ne is pattan a kapus előtt. Aztán majdnem labdát szerez a Gyöngyös. De egy vendég lábra pattant a labdaszerzés közben a labda, úgyhogy marad a Vasvárinál a támadás. Benyusz. Jó bejátszás, és ott az újabb gól. Nagy Ádám a találat szerzője, aki gyakorlatilag beálló pozícióból szerez gólt. És nem tudta őt tartani Jaros, aki kiáll két percre. A vendégek egyik legveszélyesebb játékos, a Jaros Olivér. A vendég együttesből egy kiállítás. Úgyhogy ember előnybe kerül a Vasvári. Jaros Olivér a szenverő fél. Próbálják betuszkolni ott a vendégek, hát ez így nem is jó, igen. Aj, figyeljünk! Aj, Kovács Laci nem vette észre, hogy beállt már ott mögé Falusi. Hiába szereztünk labdát. Támadó szabálytalanság, mert visszakerült át a labda a vendégekhez, és akkor időkérés Gyöngyösi részről. Kis Márton Ádám. Temesvári Martin. Szurkolóink, még egy eredményről nem számoltam be, ugyanis a vendégek szakvezetői mérkőzéseken kívül már lejátszotta idei első két mérkőzését. A Magyar Kupa első fordulójában hazai pályán fogadtuk az NB1-B keleti csoportjában szereplő Balmazújváros együttesét, és 11-20-as fél idő után 27-42 arányú vereséget szenvedtünk, így a Balmazújváros mehet tovább a Magyar Kupa második. Hát egyelőre azért úgy néz ki, hogy inkább a vendégeknek van félnivalója, hiszen 15-8 találkozó állása, és a találkozó 23. percében járunk, így eddig jól alakulnak a dolgok. Eléggé átrendeződött egyébként a bajnokság itt az NB2 északkeleti csoportjában. Ugye a 60 nyerte a bajnokságot az előző évadban, ők feljutottak az NB1B-be, onnan kiesett a Deac csapata, és Salgótarján átkerült egy másik csoportba. A Fehérgyarmat, illetve a Berettyóújfalu kiesett, és akkor új csapatokként kerültek be ide még ugye a Gyöngyös 23-as csapata mellett a Turkeve, illetve a Szolnok csapatai. Furcsa lesz így a bajnokság Fehérgyarmat nélkül például, akik most a megyei bajnokságban kell, hogy majd vitézkedjenek. Tehát sok új csapat, kiszámíthatatlan viszonyok, az biztos, hogy a Vasvári célja, hogy a dobogós helyekért küzdjön. Na, közben akkor véget ért az időkérés, és támadhat a Gyöngyös. Varga,
Falusi. Már passzívhoz közeledett a dolog, úgyhogy ezért vállalkozott Varga egy lövésre, nem túl sok önbizalommal, és akkor de sáncoltuk ott. Sarokdobás követően jöhetnek értelmszerűen vendég, de fent van a játékvezető keze. Varga. Varga lentről, és bemegy. Nem nagyon ízlik ez a fajta lövés. Egyelőre Bocák Kornélnak. Második gólja. Az Vargának. Az ellentámadás, és Bor is betalál. Időközben beállt. Megszerezte első gólját a frissen beállt. 19-es számban játszó Bormár! Ez belővédekezés lesz. Nem. Mégsem volt belül, akkor támadó szabálytalanság, akkor még ezek szerint sikerült a vonal előtt ott összezárni. Az jól látszott, hogy két védőnk ott összezár, de azt gondoltam a játékvezetők első reakciójából, hogy 7 méteres következik. Közben ott egy mezrán cigálás. Talán Bor volt az. Úgyhogy jöhet a vendégegyüttes. 16-9 Vasvár javára, tehát továbbra is megmutató azért az előny. Az első fél idő végéhez közeledvén. Gyorsan járatták most a vendégek a labdát, és Balázs ismeri el a szabálytalanság tényét. Varga Kristóf. Egy bejátszás, nagyon jó nagy labda, de Bocák érezte, hogy mi fog következni. Első ízbe hatást tanította talán Bernát lövését. Fejnd egyedül, és Fejnd vágja be. Visszahúzván a rövid oldalra. Egy nagyon okos találat a szerzője, 11-essel, Fejnd Zoltán! Jaros lő, Bocák véd, felgyorsultak az események. De ez egyelőre nekünk kedvez, 17-9. Tovább sikerült növelni az előnyt, és akkor pályán kis Krisztián, aki ugye a tavalyi évadot gyakorlatilag teljes egészségben kihagyta, egy vánsérülés miatt, nagyon bajnokság kezdeté sérült meg, szerencsétlen földetérést követően. Nyilván az ő formája még azért nem biztos, hogy a legtökéletesebb, de hát az ő jelenléte a pályán azért sok mindent jelentett. Például az, hogy pályán került, és Bor újból betalál. Ebben még kis Krisztiánnak azért nem volt nagy szerepe, de én csak azt akartam jelezni azért, hogy ő azért olyan játékos, aki körül mindig történik valami, és mindig tud valami váratlant húzni. Hát így padról beszállva is azért jelentett jóskán veszélyt a gyöngyösiek számára. Varga, Jaros, nem jó a bejátszás, indulunk, Gazdag, nem bántják, és Gazdag bedobja. Szorványos, tapsnos már a néző térről. Negyedik gólja ez Gazdag Ricsinek, és 19-9, tehát ott van a 10 gól közte. Jó ezt kimondani így az első félidő hajrájához közeledve. Jaros passzolja tovább a labdát. Bejátszás, hát erre nem számított Csányi, ráadásul lábára is pattant talán a labda. És ott úgy néz ki, hogy kilépett Balázs. Jöhet a sárga mezes Gyöngyös. Akik mi azért történt közben egy csere is itt a jobb szélen, Csibrány Márk a pályán Bernát helyett. Megpróbálja most egy picit lassítani a játékot a Gyöngyös. Érdekes, mert eddig inkább nagyon sok mozgással ráadtak, most viszont próbálnak szépen hosszú támadásokat vezetgetni. Ezúttal Jarosnak próbáltak volna előkészíteni, de volt a védekezésünk. Ajj, ott már bizony
minden volt, és Gazda kapja a labdát, Gazdag, és ott az újabb gól. Gazdag ötödik gólja, és ezzel az egész mezőny legeredményesebb játékosa. 29 a Tiszavasvár javára. Hát nem tudom, ki milyen kezdésre számított. Bevallom őszintén, azért ilyen nagyságú vasvári fölényre semmiképpen sem. Gazdag közben újabb roham, ott vezet, és ezúttal is értékesíti a helyzetet. Teljesen megzuhant most a Gyöngyös. Fiatal csapatról van szó, nyilván azért úgy néz ki, hogy elől is megáll. Oly, ez közben micsoda bejátszás. Hát azért látszik, hogy technikailag már így fiatal is elég képzettek a vendégek. Egy pazar bejátszás volt Vargától. Nem is nézett oda, háttal Csányinak, és Csányi számított is rá. Megvan a vendégek tizedik gólja. Bevallom őszintén, nem tudom, hogy hány évesek lehetnek a gyöngyösiek játékosai. Közben egy átlövés gól Benyusztól. Azon kívül, hogy nyilván 23 év alattiak, nem mindegy, hogy azért 18-20 éves játékosokra is lehet éppen szó. De valóban látni azért szemedgyönyör kötető megoldásokat a gyöngyösi fiataloktól, de egyelőre úgy néz ki, hogy főképpen védekezésben azért nagyon messze járnak ettől a szinttől. Jaros. Jaros lövését blokkoljuk kiválóan. Falusi Varga. Varga bejátszása. Fejn számított rá kiválóan, mi fog következni. Jól sikerült kizárni Csányit is, de Bor volt szabálytalan. Na, mi történt közben? Hát lejárt a játékidő, ezért a Duda, úgyhogy időn túli szabaddobás fog következni. 22-10, és Jaros kezében a labda, illetve ott tornyosul 12 kéz. Jaros eldobja, hát a kaput sikerült találnia, de nyilván ez bocákot azért nem tudta annyira meglepni. 30 percnyi játékot követően 22-10-re vezet a tiszavasvári Hedó B. Braun Gyöngyös 23 éven alattiak csapata ellen. Egyelőre nagyon magabiztos a vasvári, bízunk benne, hogy a második félidőre is kitart ez a kiváló kezdés, ez a kiváló szezon rajt. Suggested maybe I wanna be your best friend. Yeah, yeah, blind in my eye holes and just trying hard to see. I can tell by your middle finger that you're warming up to me. Yeah, yeah. És akkor, kedves nézők, itt vagyunk a második játékrésszel, pályán már a csapatok. Ezt a félidőt majd vendég Gyöngyös kezdi, sőt, meg is kezdte. 22-10 találkozó állás egyedre a Vasvári javára, úgyhogy eddig a Gyöngyös szerencsére kiváló ellenfél így szezon kezdésként a vasvári számára. Úgy mondtam, nagyon nehéz megjósolni, hogy mi lesz majd itt az idei bajnokságban. A Deac tűnik egyelőre talán a top favoritnak így, ezek alapján, mint korábbi kieső. És mögötte azt gondolom, hogy bármi lehet, de hát a kézilabda is nagyon sok sportág, tehát azért ebben a szakaszában még itt az első fordulónál nagyon kiszámíthatatlan, úgyhogy nyilván még utorság erőviszonyokról beszélni, majd később meglátjuk. Közben egy szenzációs vér, és Bódor időközben a kapuban. A második fél időben a kapuba beálló Bódor Zoltán és Balázs lövését hárítja a vendégektől Tímár. És aztán ott Benyusz megáll, a Cövek és mellette. A második fél idő első szerez egy volt Nagy Hajdú Benyamin. A vendégeket szerezte a gólszerző 10-es számmal Nagy Hajdú Benyamin. 22-11, tehát dupla annyi vasvári gól
pontosan ez idáig. Bor, Nagy Ádám, Kis Krisztián, oly, de jó kis csel, és kiváló találat. De ezt mondtam itt az első fél végén, hogy Kis Krisztiánnak azért lesznek a játékpercek. Első találatát szerezte a csapatkapitányunk, a 7-es számmal játszó Kis Krisztián. Kapufája, kipattanott összeszedik a vendégek és Csibrány. A vendégegyüttes gólszerzője a 4-es számmal játszó Csibrány Márton. Szépítenek a vendégek 23-12, és sajnos lent maradt egy vendégjátékos. Jaros, ha jól látom, és nem biztos, hogy kicsi a baj. Úgyhogy a vendégek stábjából is mentek segíteni, illetve Kisbecsi Zoltán, a szevesvári csapat egészségügyi stábjából. Hát igen, úgy néz ki, hogy Aros számára ennyi volt ez a mérkőzés. Valószínűleg térd probléma lehet. Szóval 3-12, tehát annyit mondtam, és akkor a vasvári jöhet a támadással. Bor Márka beálló, Kis Krisztián irányít. Nagy Ádám egyfajta irányító átlövőként, és akkor Lippai Alex a túloldalon és pályán, valamint Balázs Máté korábban is helyzetben volt. Penyusz átlövésből eredményes. Bravo! Ötödik gólját Penyusz Kendének. A második időben első találatát szerezte hármassal Penyusz Kende! Szép egyéni akció. Hát ezt nem tudom, nem láttam igazából ezt a lökést. Úgy tűnt, hogy teljesen beverekedte magát Csibrányot. És fölé lőtte a labdát. Lehet, hogy egy lökés volt. Úgy néz ki, hogy bort szúrták ki a játékvezetők. A hazai csapatból a 19-es számban játszó Bor. De maguk a játékvezetők is elég találástalanok voltak, hogy most kit küldjenek ki. Nagyon hevesen fújták be a 7 méterest. Nagy Hajdú Benyámin áll oda elvégezni a büntetőt, és Bódor, tehát vele szemben. Nagy Hajdú bevágja. A vendég együttes 7 méteresét 10-es számmal Nagy Hajdú Benyámin váltott a gólra. És közben úgy néz ki, hogy folytatódik közben Jaros ápolása, és valószínűleg inkább a bokájával a probléma, nem a térdével. Talán egyel jobb hír. Kis Krisztián közben gólt szerez. Átrányból is eredményes a gólszerző 7-essel. Kis Krisztián! Csányi puskázza el ezt a lehetőséget, mert nem először próbálkozik átlövés. Sel, az közben Benyusz elejti a labdát. Hát igen, ez így már szabálytalan. És ott egy 7 méteres fújnak, szerintem Fein már valószínűleg bent állt. ...25-13, és akkor Csibrány a 7 méteressel. Lentre várt a Bódor, Csibrány pedig a léc alá vágta. A csapat újabb 7 méteres találatot szerzett. Aki gólra váltotta, az a 4-es számban játszó Csibrány már. 25-14-re zárkóznak a vendégek. Kis. Nagy Ádám.
itt majdnem már vállalkozott ott betörésre. Ez jó labda. Barta Benedek. Kasztotta meg az akciót, és akkor azóta benyúzt töki ki a pályáról. Főleg fiatalnak tűnő vendégjátékos. Benyúz. Zártlövés, óriási gól. Jól játszik eddig erről Benyuszken, de mind szélről, mind átlövésből nagyon hatékony. Szóval 14. Vasvárjavára. Varga. Varga, Csibrány. Nagyhajdú. Átlövésből új, de nagy gól. Nem vettük elég komolyan. A vendég találatának szerzője, tízes számmal nagy vagyunk engemet. Egyet cserélünk támadás védekezésben. Feindul a padra, és Kis Krisztián helyette a pályán. Kis. Benyusz. Bor. Nagy Ádám. Kis Krisztián jövőre hagyja a labdát, és akkor le is lassul az akciónk. Kis. Balázs. Balázs, bizony, hogy szabálytalanság, azért dolgozták rendesen. Kis Krisztián. Oly, de szép gól ez is. Talpról engedte el. Szép találó talpról. Szeleért még ugyan. Kis Krisztián. Vendége kapusa Tímár. Nagyon erős volt a lövés, hogy akkor bevitte a kezével együtt. Nem van lehet. Csányi. Nagy hajdú teszi le a szélre. És egy szép gól. Barta Benedek. A vendégek 16. találatának szerzője, 8-as számmal Barta Benedek. Benyusz. Nagy Ádám. Tímár véd, és a kipattanó is a vendégeké. Barta indul, és ezt is bedobja. Az iménti gólszerző, 27-17. A 8-as számmal játszó Barta Benedek a gólszerző. Benyusz. Kis mondja be a figurát. Benyusz. Kis. Nagy Ádám. Benyusz. Lassan lőni kéne. Nagy Ádám, lő is, és így is van. Lentre várta a lövés Tímár. A gólszerző 15-ös mezben Nagy Ádám. Nagy Ádám szép gólt szerez. Negyedik gólja ez irányítónknak. Csányi. Csibrányi. Egy blokk beleér ott ebbe a lövésbe, de Varga gólja összességében, hiszen a vendég volt 13-as számmal Varga Kristóf. A vendégek irányítója éreztette ezt meg. Ennyis adja el, Varga szerzi meg. Indulnak a vendégek többen, és gól is a vége. Csibrány a gólszerző. És egy újabb vendégtalálat, a 19. a szerzője. 28-19, és időt kér Hadas Sándor. Hát bizony, itt a második félidőben egy picit, azért majd 9 percnyi játékot követően. Tisztelt szurkolóink, mi nem mondtam 12 gólos az első előny azért 9-re olvadt. Illetve most már egyben
illetve részben végeredmények. Tehát a második játék részben egyelőre a Kisvárda Füzesabony mérkőzés, ahol is 17 vendégek jobbak hárommal. 32-31 arányban nyert a hazai csapat. Míg 16 órától játszották szintén a Szolnok Hajdúnánás mérkőzés, 16-13-as fél idő után 28-27-re nyertek a szolnokiak. Még 17 órakor kezdődött a Nyírbátor Hajdúböszörmény mérkőzés, ahol a félidőben még 15-16-ra vezetett a Böszörmény, de a második félidőben a Nyírbátor helyben hagyta őket, és a vége 34-24. 18 órától a mi mérkőzésünkkel egy időben játsszák a Kazincbarcik a Debrecen mérkőzés, míg a holnapi napra egy találkozó marad 16-15-ös kezdéssel. Na nézzük, hogy mit sikerült kitalálni a Hadas Sándornak. Csapatunkra, mert jól megy a fiúknak, szépen alakul az eredmény, akkor hajrá Vasvári! Visszatért a pályára Kati István, és egyelőre ennyi változás. Benyusz kapott pihenőt. Kati, most ott az újabb gól. Kati viszonylag hamar lement az első félidőben a parádés kezdését követően. De most ezúttal visszaállt, megint csak góllal vitette észre magát. Ötödik Kati találat, 29-19, és Kati ezúttal a védekezésben is jeleskedik. Varga, Nagy Hajdú, Sibrány, húha, átlövésből azért most itt a második fél időben megszórják magukat a vendégek, Nagy Hajdú, az elsően kapufás gólja, és jön Fejd, aki szintén kiválóan tartotta tempót a levegőben, és a legjobb csapatunk találatát 11-es számmal Fejd Zoltán szerezte. Ezt a vendégek eladják a labdát. Fejd bejátszása is jó, és Bor találat szerzője. És itt az újabb találatunk a szerző, a 19-essel Bormár! Úgy néz ki, hogy jól sült el Hadas Sándornak az időkérése, hiszen újból 10 gól fölött a vasvárjak előnye 31-20 egészen pontosan. Hát ez is egy jó kis bejátszás lehetett volna, de nem nagyon számított most rá a beálló. Bor megcsinálja magának a helyzetet. És a kapuban a 32. találat. 32-20. A 19-essel Bor! Csányi, Nagy Hajdú, váltás a levegőben, aztán Bor kapja el kőkeményen Vargát, az megengedhetnél is keményebben a játékvezetők szerint. Csapatunkból a 19-es számára. Bor elnézést kér. Bor már kapja második kettőnket. Második kiállítás egyébként ez a tiszavasvári beállójának. Ember előnyben játszik majd a Gyöngyös az elkövetkezendő 2 percben. Varga, hol a készítés, és ott betört volna éppen Csibrány. Fény még időben lépett oda, úgyhogy csak a szaggatottról jöhetnek a vendégek, nincs hetes. Is jó a védekezésünk, nem tudnak a vendégek lövő pozíciót kihasználni, és ez az átadás pedig pontatlan. Jó kis olyan elnézős passz volt ez Vargától, de nem tudta begyűjteni a túloldalon Bernát. Marad a 32-20-as mérkőzés állás, és ember hátrányban támadunk. Köszönöm.
Balázsnak, így az fölé lesz. Már látszott akkor, amikor Balázs elengedte a szabadát, hogy magas. Nagyhajdú Varga, Nagyhajdú le a szélre, és bedobja ezt is. Barta Benedek, harmadik találat, ez a neve mellett. A vendégcsapat góljának szerzője 8-as számmal Barta Benedek. Hagy Ádám, kis. Hagy. Jó bejátszás, és összeszedte, hogy egy kézzel ugyan Balázs Máté, de nincs 7 méteres. Ellenben Bor Márka büntetőpadról érkezik vissza, úgyhogy megszűnt az ember hátrány. Balázs Máté, Kati, aj, de jól érkezik ott Nagy Ádám, és meg is van az újabb gól. A 33. találatunk szerzője 15-össel Nagy Ádám. 5. gólja ez Nagy Ádámnak is. Úgyhogy 1-2-3-4 Vasvár játékos is elérte már az 5 gólt. Benyusz is gazdag, a legeredményesek 6-tal. Labdát szerzünk, Feind olvasta kiválóan a játékot, és Nagy Ádám is ott szágulhat a 6. góljáért, és meg is van. A 6. találatát 34-21. Nagy Ádám! Ezzel a gyors indítással kellett hozzá Feind kiváló labdaszerzése. Csibrány, Varga, Nagyhajdú, és Bódornak nem igazából van szerencséje. Ez a lövés is megpattant ugyanis a blokkon. Nagyhajdú Benjamin igazából itt a második félidőben kapott szerepet, átlőben előtt a szélen játszott többnyire, és most már 5 gólnál jár. Remek előkészítés Katitól, és Balázs nézi a találatot. Hát a vendégek szakvezetőjének azért a védekezésen lesz még mit építgetnie itt a későbbiekben. Most már a 3. kapusát fogyasztja időközben vendégcsapat. Horváth Dániel állt be. Nagyhajdú lövés ezúttal pontatlan. Bódor nem indít, Nagy Ádámot választja, aztán Feind, úgy, de gyorsan járatjuk a labdát, kiváló bejátszás, és ott van Bor gólja. Gyönyörű támadás, gyors, pontos. Találata 19-es számmal játszó Bor Márk. És Bor Márk is 5 gólnál jár. 36-22, régen mondtam már a mérkőzés állását. Közben egy időkérés, úgyhogy ez a gól ez érvénytelen, és ez hamarabb letette már a vendégek szakvezetője a D betűt a zsűriasztalra. Azt már mondtam a mérkőzés kezdetén is, hogy ifjúsági mérkőzés nem volt, névén, hogy tápótlás együttes már önmagában is a vendég gyöngyösi csapat. Most már többel lettek így a második fél időre itt a Tiszavasvári sportcsarnokban, kilátogató nézők pedig mindenképpen azt mondom, hogy jó kézilabdát láthatnak vasvári részről, de hát ehhez kell azért egy gyöngyös, úgyhogy azért messze menő következtetéseket a vasvárinak a formájáról és jelenlegi erejéről elmondani. A mai mérkőzés követően azért nem lehet majd. Hát most szépen következnek azért a következő mérkőzések, és azért gyűjtögetni lehet majd a pontokat. A második fordulóban majd Turkevére látogat a vasvári csapat, amely újonc ebben a csoportban, de igazából nagy kimagasló eredménye nem rendelkezett, amennyire utána jártam egyelőre.
csapat eredményeinek, mármint a Turkevének, és akkor a harmadik fordulóban pedig majd a Hajdú Döszörményt fogadjuk, akiket hazai pályán szintén azért jó lenne megverni, tehát azt gondolom, hogy lehetne egy jó szezon kezdetet csinálni, és akkor talán a csapatnak is megjön a kedve a folytatáshoz. Talán a sérültek közül is többen fel tudnak majd épülni, hiszen azért nagyon sok mérkőzés vár majd a csapatra. Közben az időkérés követő első gólt Varga jegyzi a vendégektől. A vendégek 23. találatának szerzője a 13-as számmal játszó Fejt. Óriási lendülettel megállíthatatlan Fejt Zoltán. Nem tudják azt a sebességet egyelőre lekövetni a vendégek, amelyel a vasvári támad. Nagyon sok jó keresztmozgás. És megindulás az üres területekre. Beállót is sokszor meg tudjuk játszani. De hát jól látszik tényleg, hogy a Gyöngyösnek azért korán sem kemény a védekezése, mint amit megszokhatunk itt ebben az osztályban. Közben egy újból sáncon megpattant labda, amely ezúttal nem a kapuba kötött ki. Szegény Bódor sajnáltam volna már, hiszen rengeteg ilyen gólt kapott már. Nagy blokkon pattant meg. Bódor védekezik kőkeményen, és ezúttal Bódor véd, de ott már megint csak meglöktük Nagy Hajdút. Hiába a védés, jöhetnek a szaggatottról a vendégek. Csányi teszi tovább a labdát. Nagy Hajdú, Varga, fent van a játékvezető keze. Csibrány, egy lövés, megpattan ez is a sáncon, és ez annyira lelassult, hogy ezt Bódor azért könnyen hatástalanította. Jön a ellentámadás, és Lippai is gólt szerez. A gólt szerző, a frissen beállt, a 14-es számmal játszó Lippai Alex. Lippai Alex. Tavaly már azért edzegetett a vasvári csapatában, és kisebb, nagyobb szerepet is kapott azért az utolsó fordulókban. Korábban játszott a vasváriban, sokat kihagyott, és hát nyilván a visszatérés azért nem megy egyik pillanatról a másikra. De a mai mérkőzésen ő is megszerezte az első gólját, úgyhogy gyakorlatilag a mezőnyjátékosok közül Kovács Lacinak nincsen gólja, szintén nem is nagyon játszott már itt a második félidőben. És így van, Kovács Lacin kívül csak kapusok nem szereztek gólt. Közben a vendégek szereznek egy labdát, és Bódor védi kiválóan. Zicser, de visszapattan Csibrányhoz, és Csibrány elpuskázza a második lehetőségét is. Bor. Balázs, és Balázs ezúttal kiválóan ejti át vendégek kapusát, Horvátot. Megvan Balázs Máténak a harmadik gólja, 39-23 találkozó állása, egészen elképesztő mennyiségű gól, úgyhogy a második fél időből még több mint 10 perc van hátra. Oly közben a Csányit hármas ülelésben sikerült csak megállítani, de sikerült megállítani, jelentem. Bódor véd ezúttal is Varga lövését hatástalanít, és sajnos utána szándékos mozdulat, az a paskolta a labdát Feind. Ugye kéziben nem szabályos. Varga, Csibrány, Nagyhajdú, Nagyhajdú lő, kapufa, ezzel lehet indulni, na, ki lesz a leggyorsabb. Ohohohohohoj, micsoda gól! Kati István! Hát ez egészen elképesztő volt. Pont gondolkodtam, hogy mit tud ezzel Kati csinálni. Először azt hiszem, hogy visszapasszolja a labdát. Majd Balázs Máténak. De erre így nem nagyon számítottam, de azt gondolom, hogy ezzel nem vagyok egyedül itt most a tiszavasvári sportcsarnokban. Legkülönlegesebb gólja ez. És közben megint csak egy megpattant labda. Szerencsére megint elkerült a Bódor kapuját, úgyhogy jött a sarokdobás. Szóval szenzációs találat volt Kati István részéről, aki hatnál jár.
Varta, és Bódor kezd belejönni. Bravo, Big! Az indítása már nem annyira jó, Csibrány szedte le, hogy Ádám indult volna. Csibrány, egy lépés gyanús, tovább engedik. Csibrány, ezt viszont szépen helyezte a hosszú sarokba, méghozzá föntre, ahol nem érhetett oda Bódor. Negyedik gólja ez Csibrány Márknak. Nagy Ádám kocog le a pályáról, illetve Bódor Zoltán is, Kis Krisztián támadásban is, az ifjú Vajda Milán is szerepet kap a mai mérkőzésen. Jönő junioroknál bevethető. A mai mérkőzésen azért az ellenfélben is fiatal játékosok, úgyhogy miért ne. 40-24-es állásnál azt gondolom ez megléphető. Remek támadás, Benyusz idő közben. Új, Benyusznak figyelnie kellett ott, hogy a Benyusz megkímélte azt gondolom egy kicsit vízvédesen Barta életét, és a játékvezetők pedig ezt nem nagyon tolerálták. Vajda viszont védéssel mutatkozik be. Első bajnoki mérkőzésén beáll Vajda, védéssel mutatkozik be. A 12-es mezbe pályára lépő Vajda Milán. Bravo, Vincu! Vajda kiváló védésével maradt át a 40-24. Kati, Fejny, Kis lekészíti a szélre Benyuszhoz, és Benyusz ezt is bedobja. Hetedik gólja ez Benyusz Kendének. Laza gól a szerző hármassal, Benyusz Kende! És remek blokk. Kovács, Laci, illetve Feind dolgoznak ott jól középen, és könnyítették meg ezúttal is Vajda Milán dolgát. Itt nem is kellett így védenie, viszont marad a labda a vendégeknél. Magasnak tűnik, de aztán begyújtik a vendégek, majdnem kiesett a játéktérről a vendégek szélsőjét a túloldalon. Bernát, fent van a játékvezető keze, Csibrány, Kati tolja, és Vajda véd egy újabbat. Bravo, Milan! Megint csak visszakapják a vendégek a labdát. Borosi Levente engedte el a lövést. És talán vissza is pattant hozzá, vagy legalábbis Kovács nem tudta ott felszedni, úgyhogy leért már pontosan belül. Most viszont ott egy szabálytalanság a falban. Kovács Laci indul, neki is meg lehet az első gólya, és meg is van. Hát most már tényleg kijelenthető, hogy minden vasvári mezőnyjátékos gólt szerzett. Kovács Lászlónak is, Lippai Alexnek is van egy gólja, és tényleg most már csak a három kapusunk nem szerzett gólt. Köszönöm. 42-24. És 5 perc, illetve 18 másodperc a hátralevő idő a találkozóból. Azt gondolom, hogy a lényegi dolgok már eldőltek. Vasvári egészen bizonyosan győzelemmel indítja a 2019-2020-as bajnoki évadot az NB2 északkeleti csoportjában. Már a kérdés annyi, mindössze, hogy ennyi lesz majd a végén az eredményező táblán. Két csapat között a különbség. Varga. Kovács kőkeményen. Csibrány, Varga Kristóf, vaj, de szép lövés volt, ezt nem tudta hárítani ezúttal Vajda. A vendégcsapat 25. találatát 13-as számmal Varga Kristóf szerezte. Varga Kristóf 5. gólját jegyezte, és ezzel Nagyhajdú Benyamin minden együtt a legeredményesebb
gyöngyösi játékos a mai napon. 42-25, a találkozó állása Kovács, Kis, jó a bejátszás Kovácsnak, és Kovács bedobja. Csüngött a nyakán egyébként még Barta Benedek is. Szerzi a kettes mezben játszó Kovács László. Csibrány, Varga, Borosi. Borosi. Ő is Vajda védi ezt is. Vajda nagyon jól érzi egyelőre a lövéseket. Bravo, Vincu! Bravo! Remek Csellef, Pegyel, Fejnd, aztán kiváló védés, és másodjára is védeni vendi a kapusa. Már talán a negyedik számú kapus, illetve Tasi jött vissza, bocsánat, talán ő kezdte a mérkőzést. Csányi nem tudja összeszedni, indíthat Vajda, jó is az indítás. Na gyerünk, Fejnd, és bevágja. Ezúttal nem kegyelmezett Fejnd Zoltán. Az ötödik találatát szerezte, ötödik gólja Fejnd Zoltánnak. 44-25. Hát nem is tudom, mikor dobott utoljára ennyi gólt bajnoki mérkőzésen a Tiszavasvári együttese. Csibrány próbálkozott egy lövéssel, de szabálytalanság. És ezt is véri Vajda, egészen káprázatosan mutatkozik be a fiatal kapus. Jaj. És ott bizony sajnos egy kicsit feleslegesen mozdult ki. Kati nem tudott hozzáférni a labdához, és akkor a legszemfülesebb az Bernát Bence volt. Is. Kati, Tasi védi, aztán belepaskolt még a labdába. Gazdag, és most jöhetnek a vendégek. Ezt is védi Vajda! És ha egy üzletbe indul, a kapuban az ellenállhatatlan Vajda Milán! Ezúttal nem tudott gólt szerezni Bernát. A Vajdának tényleg azt gondolom, hogy bemutatkozásképpen első felnőtt bajnoki mérkőzésén, hát lehet, hogy álmodni sem lehetett ettől jobbat. Ezúttal Csibrány szalomozott át a védelmen, majd jön az ellencsapás. Fejnd sebességét továbbra sem. Kovács támasztja meg a levegőben Borosit, hogy jöhetnek a vendégek szabaddobással. 45-27. Egy perc van hátra, úgyhogy nyilván az 50 már nem lesz meg, de tényleg elképesztő mennyiségű találat. Csányi, Varga, fölé megy. Majd hozhatja játékba a labdát, Kis Krisztiánt választja Kati, és akkor Kati felnéz az eredményjelzőre, látja, hogy még 40 másodperc van hátra. A közönség pedig tapsal jutalmazza a mai játékot, és tényleg jár a gratuláció a srácoknak. Az ellenfél a Gyöngyös csapata. Azt gondolom, hogy ma kiváló partnernek bizonyult abban, hogy a Vasvári azért jól játszott, de hát nem kell így nyilván elvenni az érdemet a srácoktól. A gólszerző a 4-es számmal játszó Csibrány már. Csibrány lőtt egy gólt. Fejnd pedig a kapufára ejt. Szóval szerzünk egy labdát, és most már Rudaszó gazda próbálkozott még egy lövéssel, ez hárította vendége kapusa Tasi Dániel. Hát akkor itt a mérkőzés vége.
45-28-ra nyer a tiszavasvári Ese csapata a Hedo B. Brown Gyöngyös 23 éven alatti csapata ellenében. Az első fordulóban az MB2-es kézilabdabajnokságon kiváló, tehát a bemutatkozás, mindenki azt gondolom, hogy tökéletesen oda tette magát a mai mérkőzésen. Kapustéren is jók voltunk, a védekezés is tökéletesen működött, és hát nagyon megszórta magát a csapat, azt gondolom, hogy 45 lőtt gól az mindenképpen magáért beszél. Benyuszkénben 7 gólt lőtt, Fenny Zoltán 6-ot, Nagy Ádám 6-ot, Gazdagvicsi 6-ot, Pati István 6-ot, és Kormárk is eljutott 5 gólig, de minden mezőnyjátékos volt tudott lőni, ki azt gondolom, hogy ettől jobbat tényleg nem kívánhatunk szezon kezdésként. A következő mérkőzésünk majd a Turkeve ellenében lesz, tehát idegenben, ahogy már mondtam korábban, és a következő hazai mérkőzés a harmadik fordulóban majd szeptember 29-én 18 órától, egy vasárnapi napon lesz majd, és bízunk benne, hogy a minél több tiszavasvári nézőm látogat majd ki ezen a napon, és egy újabb vasvári győzelemnek örülhetünk majd. Én a mai napra megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és búcsúzom innen a tiszavasvári sportcsarnokból, viszontlátásra! It's been suggested, maybe I wanna be your best friend. Yeah.